Bizonyos értelemben hálás az én szerepem, mert hogy olyan előadások voltak, ami után nagyon jól következik a mondanom. Bizonyos értelemben hálátlan, mert ebédelőtt már mindenki el van foglalva azzal, hogy arra figyeljen, hogy vajon mit hoz az ebéd. Ez egyébként nagyon érdekes történet, mert ugye mi is helyi pénzzel kezdtünk el foglalkozni, előadásokat tartottam, hogy akkor Nyíregyházán valami ilyen gazdasági ügyet indítsunk el, mi is megismertük a Word példáját, a szabad pénzek rendszerét, a kamattal rendelkező pénzrendszer, hogyan működik, milyen társadalmi, környezeti, gazdasági problémákat halmozunk fel ennek a használata mellett. És így úgy minden nap 30-40 ember jött egy előadásra, és hát ez így, mire a várost elérjük, és mindenkivel megértetjük, mert hogy nálunk nem volt se önkormányzat, se gazdasági társaság, és hogyha 100% forint fedezettel akarom gondolkozni, akkor a közösségben mire 1-2000-10 000 forinttal összejön egy valamire való alap, akkor az nagyon sok időbe tart, és akkor nézzük meg, hogy mi az, ami működik. Akkor elkezdtünk más témákban is beszélgetni, és kíváncsiak voltunk, hogy mi vonza az embereket, és a bizonyos élelmiszer az mindig olyan szinten volt telt ház, hogy mindig egy nagyobb helyre kellett bekérezkednünk, amit abban a pillanatban kinőttük, tehát a következő előadás még egy nagyobb helyre ment, hogy a végén a művelődési ház nagy termébe gyűltünk már össze. És akkor elkezdtünk, hogy akkor miért ez a cím, hogy a közösség, mint gazdagság forrás, és van egy alcíme is, hogy annyira vagyunk gazdagok, amennyire erősek a közösségeink. Tehát egy folyamat volt, ami kitermelt ezt a gondolkodást, mert rájöttünk, hogy helyi pénz nélkül is tudunk mi erős gazdaságot teremteni, olyan gazdaságot, ami nem éri fel a környezeti adottságainkat, ahol szociálisan is emberhez méltó életet lehet élni. És hát elkezdtük ezt megcsinálni, és rájöttünk, hogy bizony gyakorlatban rengeteg mindent meg kell még csinálni. Amiről most fogok beszélni, nagyon gyorsan igyekszem összefoglalni, egy kicsit a hátterét szeretném ennek megvilágítani, ennek a gondolkodásnak, és lehet, hogy egy kicsit így messziről indítok. Történetben ebéd előtt egy kis kevcsináló előadás, én gondoltam, hogy legyen egy valamilyen szexi téma. Ugye a pénz, gazdagság, hogyan is van ez tényleg egyenlő ezzel, nyilvánvalóan nem, de hogy hogyan tudunk a jelenségek mögé nézni, mert azért ma a fejünkben azért ezek a képek összetartoznak, legalábbis a reklámok szintjén, és tényleg messziről szeretnék kezdeni ezt a szubliminális üzenetek nevű fogalomkört, nem tudom ki is, mert ki hallott már erről. Néhányan igen, nagyon jó. Fogok mutatni most egy üzenetet. Ez egy szubliminális üzenet, mindenki látni fogja az üzenetet. Ez nem az a copyright-odat függőlegesen felírva. A képben van egy szó. Ez az üzenet. Ez el van rejtve a tudatunk elől, a szemünk látja, a tudat alattunk is látja, hiszen a betűket felismerjük. Nem tudom, valakinek esetleg megvan-e az üzenet. Van, aki már ismeri a képet, igen. Esetleg. Azért fontos ez a történet, mert sokszor ránézünk jelenségekre, közösségekre, gazdaságra, pénzre. Ugye hoztam én néhány cetlit magammal. Talán ezeket ismerjük. Ugye a Bocskai korona után ott volt egyfajta pénz. Itt mutatok cetliket. Direkt mondom, hogy cetli, mert ez is egy darab cetli. Ezt ugye elfogadjuk. Ezt, ha ezzel akarnék fizetni egy kávét, valószínűleg nem jönnek egy kávé, de ki fogadná el tőlem. Mitől változik meg? 200 forint? Még talán érdekes, ugye, hogy gyűjtés, igen. Ezzel akarok fogadni. Magyarországon el lehet fogadni? Törvényesen nem. Tehát ez persze elfogadjuk, mert azt gondoljuk, hogy ez sokat ér. Ez ki tudja, milyen pénz. Itt talán mindenki tudja, ez egy lej, tehát így közel vagyunk, de hogyha egy grivnyát hozok, akkor az nem is. Akkor itt van még egy darab cetlim, ezzel fizethetnék. Ugye ezek papírok, mi a különbség közöttük, valójában az a forma, az a szín, de nem igazi különbség, hanem fejünkben van valami. Tehát ránézünk, és a fejünkben van valami. Ránézünk erre, a fejünkben van valami. Ránézünk az élet különböző dolgaira, valami leképződik. Csak sokszor nem veszük észre, mert nem tudunk a dolgok mögé nézni. Kicsit segítek, hogy ezen a körön belül kellene keresni az üzenetet.
Talán így most már könnyebb lesz, és ha nem a formát, hanem a ürességet nézzük, mint egy jó buddhista tenné, akkor már még közelebb vagyunk, de azért segítek, jó? Mondtam, hogy egy szexi előadás lesz. Ha visszajövök kettőt, akkor azért most már lehet látni, hát itt egy kicsit nehezebb, mert kitakarja talán az állvány. Ott van az orrunk előtt minden. Csak nem biztos, hogy mindig észrevesszük, és nem biztos, hogy észrevesszük például azt, hogy Magyarország egy hihetetlen gazdag vidék, egy hihetetlen gazdag társadalom, csak valahogy nem ezt éljük meg. És egy kicsit a rendszerekről, a szerkezetekről szeretnék beszélni, mert azt gondolom, hogy ha ezt értjük, hogy mit jelent a rendszer és mit jelent a szerkezet, és ha valakinek rendszer szemlélete lesz, és azt jelenti, hogy a szerkezeteket fogja látni, akkor ilyen nagy csapásra világossá válik, hogy miért vagyunk gazdagok, és miért kell a közösségeinken keresztül ezt megélnünk. Itt vannak szavak, egy idézetet írtam ide, egy Konfúciusz idézetet. Itt nincs rendben semmi, ugye az idézet a szavakból áll, a szavak között kéne, hogy valami fajta kapcsolat legyen. Hát itt a kapcsolatot nehéz összeszedni. Na de akkor rendbe tettem ezt az idézetet. Ugye szépen a szemünk így szokta meg, a szavak egymás után vannak sorba, de hogyha az értelmét próbáljuk meg ennek az idézetnek megtalálni, még mindig elég nehéz dolgunk lesz, mert megfelelőek, ha kifejezések nem a, ez így összességében nem biztos, hogy értelmezhető. Ezt azért tartom fontosnak egy kicsit ilyen módon, talán ilyen móriczka módon kielemezni, vagy előhozni, mert amikor ránézünk valamire, egyből a dolgok értelmét, a felületét, valamiért látjuk, de a szerkezetét ritkán szoktuk szemlélni. Ugye a szerkezet arról szól, hogy egy rendszerben vannak elemek, és azoknak van valamilyen kapcsolata egymással, és ez a kapcsolat, ebben jelenik meg az értelem, vagy az a rendszer, és ezért, hogyha a szerkezeteket kezdjük el figyelni, akkor egyből a rendszerek működését találjuk meg. Ebben az ábrázolás módban már ugye itt nincs rend, de már van kapcsolat, felfedezhető kapcsolat. És ha van egy kis kapcsolat, akkor már a szerkezet összeáll, és a rendszer kezd működni. Ebben az esetben az idézetet már el lehet olvasni. És ugye valójában így szoktuk meg, csak az előző három ábrázolás egy kicsit azt próbáltam megmutatni, hogy mennyire jelentősége van a szerkezeteknek. És mindennek van szerkezete, egy autónak is van szerkezete, ennek, hogy itt egy előadás van, annak is van szerkezete, sőt, ennek az eszköznek, amit pénznek nevezünk, ennek is van szerkezete. A szerkezete nem feltétlenül a papír rostok egymáshoz való szerkezete, hanem például a fejünkben kiváltódik gondolat, gondolatrendszer, és ez egy hosszú idő eredménye. Mindennek van szerkezete, egy emberi testnek is van szerkezete, és ha valaki ránéz egy másik emberre, és nem csak a bőrét vagy a ruháját nézi, hanem hogy tartja a másik a testét, akkor lehet tudni, hogy az ember kis energiabefektetéssel éli az életét, nagy valószínűség szerint egészséges, vagy elrontja a testtartását. Ez benne maradt egy idézítés. És akkor például összenyomja a tüdőjét, tehát hogyha a szerkezetet értjük, és látjuk, hogy mondjuk a második esetben az a testtartás egy összenyomott tüdővel működik, akkor lehet tudni, hogy ez az ember egy kicsit depresszív hajlamú lesz, hiszen nem jut elegendő oxigénhez ennek következtében az agya. Ezt csak mint példát mondtam el, hogyha bármire ránézünk, és elkezdjük a szerkezetet, a látvány mögött lévő szerkezetet nézni, akkor egy másik világ tárul fel a szemünk előtt, és elkezdjük majd érteni a dolgokat, és mindjárt a gazdasághoz, mert a közösséghez is érek. Ugye a neuron szerkezet az agyunkban, ez is hihetetlen összetett dolog, de az, hogy például hogyan szocializálódunk, annak van egy lenyomata, hogyan tanítjuk egymást különböző dolgokra, ez is ebben a szerkezetben található. Vagy egy ellenpéldát hozok erre, egy Ursus Weck nevű svájci művész rendet tett a művészetben, és ugye a felső két ábra tartozik össze, meg a két lenti. Ugye amikor egy rendszerben az elemeket külön kivesszük, és a szerkezetre egy más módon átrendezzük, akkor teljesen megváltozik az a rendszer. Nem értelmezhető ilyen értelemben, vagy hát más lesz ennek az értelme. Külön érdekes a kínai írásjeleknek, ahogy szétesett a lényege, hogy a kilóra megvan az. Na, és akkor ha ránézünk egy
közösségre, egy társadalomra, akkor mit látunk? Hát látunk embereket, divatot, mindenféle dolgot látunk, de bizony mi kapcsolatban vagyunk egymással, és ennek a kapcsolatnak is van egy szerkezete. És ennek a kapcsolatnak a szerkezetét, ha elkezdjük tanulmányozni, akkor hirtelen sok minden kiderül. Az, hogy például egy közösség mennyire erős, és mennyire lehet őt mondjuk kirabolni, vagy mennyire nem lehet nem kirabolni, az csak azon múlik, hogy ez a szerkezet, ez a rendszer, ami az embereket összeköti, hogyan működik. Mennyire erős, mennyire erősek a kapcsolataink. Tehát, ha ezt nem veszük figyelembe, és elmegyünk, vagy hajlamosak vagyunk elmenni az individuum felé, és mi magunkat a közösségeinktől különállónak értelmezni, akkor elvesztünk, hiszen akkor nem fogjuk látni az összefüggéseket a társadalomban. Ez viszont végzetes, már mindjárt mutatok példát, hogy mennyire. De előtte még akkor egy kicsit erről a pénzről, mint jelről. Ugye ez egy jel, de a jel önmagában nem jel, hiszen van egy jeladó, és van egy jelbefogadó, valamit jelent. És ha ugye pénzről beszélünk, akkor azt szoktuk mondani, hogy az egy jel. Azért érdekes ez a történet, mert amikor helyi pénzt hozunk létre, vagy országos fizetőeszközöket, vagy nemzetközi fizetőeszközöket, például az eurót használjuk, vagy megnézzük, akkor legtöbb esetben erre a papírra, vagy pénzérmére, vagy azokra a bankszámlán nyilván tartott karakterekre gondolunk, pedig azok a jelek, ez a papírpénz, egy jel hordozó egész pontosabban. Tehát van egy jel, és van valami, amire rá kell nyomtatnunk, amire ezt nyilván kell tartanunk. De a jelnek az értelme, az mind a mi tudatunkban, mi fejünkben van, nem ezen a papíron. Hiszen ha valaki azt mondja, hogy ez a 200 forintos mától nem jelhordozó, hát ugyanúgy a jelhordozása megtörténik, de a jel kiváltása a fejünkben, mert teljesen más lesz. Ez nagyon lényeges kérdés, mert amikor a pénzről beszélünk, akkor hajlamosak vagyunk bedőlni annak, hogy például mennyi pénz jön külföldről, vagy hogy honnan teremtődik meg pénz, közben pedig a mi gazdaságunk, a mi közösségeinkkel múlik. Ma mindjárt mondom, mutatom, hogy hogyan is van ez. Ugye, ha a viszonyrendszerről beszélünk, akkor vagy jelről, a jel pedig két fél közötti viszonyt ír le, akkor már is a kultúránál vagyunk, mert hogy itt egy ilyen kultúraházában vagyunk, és sokszor a kultúrát is a magas kultúrával, az előadó művészetekkel, festészettel, szobrászattal, stb. Azonosítjuk, a operával azonosítjuk. Pedig valójában a kultúrának van egy sokkal mélyebb értelme, ez valójában a társadalom adott viszonyrendszerét tartalmazza, azt írja le. És nem csak az emberek egymás közötti viszonyát, hanem a környezettel, a tágabb univerzummal való viszonyát írja le, a világképeket írja le. Úgyhogy azt gondolom, hogy például, hogyha a pénzről beszélünk, és külön választjuk azt, hogy mai kultúra szerint ez a pénz, vagy a mai magyar kultúra szerint, ami eszünkbe jut erről a pénzről, és ennek a kultúrában próbáljuk megnézni azt, hogy mondjuk 200 évvel ezelőtt milyen volt az emberek viszonya a pénzhez, vagy 500 évvel ezelőtt, vagy 2000 évvel ezelőtt, akkor azt gondolom, hogy eltévedünk, hiszen akkor más volt a kultúra, más volt az emberek viszonya egymáshoz. És azt gondolom, hogy ezért nem lehet külön választani. Viszont ha ezt tudjuk, akkor mindig, amikor pénzről beszélünk, vagy jelről beszélünk, ugye jel két ember között valami interakciónak az elszámolása például, ami a pénzzel történik, akkor kezünkben van a boldogságunk kulcsa, hiszen rájöhetünk, hogy ez hogyan létre, mi fejünkben jön létre, megnézhetjük, hogy ennek milyen a szerkezete, egy kamatos pénzrendszer, vagy negatív kamatos pénzrendszer. Ugye egy kérdés, hogy például a Bocskai Korona az kamatozó, vagy nem kamatozó hitel, hogy megy benne. Ez nagyon érdekes, mert hogy minden, azt gondolom, hogy minden rendszernek a szerkezete az, ami leírja annak a hosszú távú működését, de erre majd remélem beszélgetünk. Oké, mert ez egy rendkívül fontos kérdés szerintem. Ugye, ha jelről beszélünk, és kultúráról beszélünk, és szerkezetről beszélünk, akkor azt lehet látni azért, hogy a kultúrák időben változnak. Nincs az a kultúra. Miért változik? Mert a környezet változik, és ha a környezet változik, akkor a viszony megváltozik, tehát a kultúra mindig változik. Csak az a helyzet, hogy a kultúrát nem csak a természeti környezet változtatja, hanem mi emberek is változtatjuk. A mi fejünkben, hogy mit gondolunk egy jelről, az egy hosszú
szocializáció eredménye. De lehet nagyon rövid szocializáció, és csak megfelelő minőségű információval kell rendelkeznünk. Ugye, ha minden változik, és azok az információ tartom és változik, és mi megváltoztathatjuk, akkor ez egy megint egy nagyon jó hír, hiszen akkor a kezünkben van megint csak a lehetőség. Nem attól függ az életünk, hogy az Európai Központi Bank vagy a magyar kormány mit dönt, hanem a mely közösségünk mindent, hiszen a jel az a mi fejünkben létrejövő információ, tehát ez rajtunk múlik. Igen, már. Sok mindent elmondtam ezzel kapcsolatban, de szeretnék visszatérni megint ugye a közösség után az, hogy miért lényeges és miért a közösségünk működésének a minősége határozza meg a gazdasági dolgainkat. Ugye Nyíregyházán élünk, akkor nézzük meg Nyíregyházán a helyi gazdaságot, a helyi élelmiszer gazdaságot, mekkora piacról beszélünk. Nagyon egyszerűen számoltuk, egy ember 1000 forintot elkölt egy nap élelmiszer, ez egy átlagos számítás, lehet, hogy nem igaz, lehet, hogy csak 800 az átlag, vagy 1200, mindegy. Olyan értelemben mindegy, hogyha van 117 ezer ember Nyíregyházán, akkor egy év alatt ez 42 milliárd vagy 40 milliárd forint nagyságrendű élelmiszerpiacról beszélünk. Ugye ennek a 90%-a az nem helyi termékből származik, és nem is a helyi piacon cserél gazdát. Tehát amikor valaki elmegy és 1000 forintot elkölt a élelmiszerre, akkor lesz neki élelmiszerre, jól lakik vele, és annak, aki ezzel kereskedett, annak meg lesz 1000 forintja. És mi történik ezzel a 1000 forinttal, meg ezzel a 42 milliárd forinttal? Az nem lényegtelen, azt gondolom. Én szerintem 90% az nem helyi forrás, de egyes barátaim azt mondják, hogy ennél rosszabb a helyzet. De ugye, hogyha 40 milliárd vagy 42 milliárd nagyságrendű lesz az összeg, akkor azt lehet látni, hogy 38 milliárd forint minden évben ebből a városból eltűnik. Hiszen amit pénzt kifizettem ezekben a bevásárlóközponti pénztárakban, az a pénz az nem fog a helyi gazdaságba visszaáramolni. Lehet, hogy néhány embert alkalmaznak, és az ő bérük meg mégiscsak. De ugye legtöbb esetben, jó esetben magyar gazdaságba áramlik vissza, de legtöbb esetben erről szó sincsen. A 10%, ami például a helyi piacon, meg a helyi termelőknél fordul meg, az a helyi gazdaságban marad. Hiszen az a pénz, amit a helyi termelőnek adtam oda a élelmiszerért, azt ő nem fogja megenni, az nyilvánvalóan akkor indul tovább, és elkölti fodrászra, elkölti különböző szolgáltatásokra, tehát lesz eszköz a helyi gazdaságban. Csak hogy ha minden évben eltűnik 38 milliárd forint ebből a városból, nagyságrendileg érdekes, ez nyilván nem forintálisan, akkor mi a következmény ennek? És megnéztem én egyébként, hogy állunk, és nem fogom végigmondani nyilvánvalóan az egész táblázatot, Észak-Alföldi régió tekintetében is, különböző kistérségekben hány fő lakik, mennyi az élelmiszerpiac nagyságrendre, és 90-80-60-50% ugye mennyi marad helyben, vagy mennyi tűnik el. És ugye a regionális szinten, hogyha majdnem 1,7 millió ember lakik, akkor az 600 milliárd forint nagyságrendű pénz, hogyha ennek 90%-a eltűnik, ennek az élelmiszer termelési és fogyasztási szerkezetnek a következtében, amiről ugye a szerkezet rendkívül lényeges, és ha látjuk a szerkezetet, akkor látjuk, hogy miért tűnik el a pénz, akkor kapunk egy ilyen 550 milliárdos nagyságrendet. Megint csak körülbelül érdekes, mennyi ez a pénz? 550 milliárd forint, ki tudja? Én nem tudom, de így próbáltam még tájékozódni, összehasonlítási alapként tudom, hogy például a régió 7 éves fejlesztési forrása 300 milliárd forint. Tehát egy évben majdnem kétszer annyi pénz megy el az élelmiszer termelés fogyasztói rendszerünk szerkezetének a rosszasága vagy adottsága miatt ebből a régióból, mint amennyi 7 év alatt érkezik. Ugye, hogyha ezt összevetjük évekre, akkor meg durván 12-13-szor több pénzt tűnik el. Tehát én azt mondom, hogy a magyar társadalom egy rendkívül gazdag társadalom, nincsen szükségünk se európai forrásokra, se semmire. Arra van szükségünk, hogy átszerkesszük a saját gazdaságunkat, akár helyi pénzekkel, akár szövetkezeti dolgokkal, akár bevásárlók között, rengeteg eszköz van, de ez azon múlik, hogy felismerjük-e ezt az egész dolgot, felismerjük ezt a szerkezetet. Ha nem ismerjük fel, akkor bedőlhetünk az olcsó krumpli ígéretének, de ha felismerjük, akkor azt is megtehetjük, hogy hát én helyi pénzben, ami lehet egyébként forint is, tehát majdnem mindegy, hogyha helyi közösségek összefognak és azt mondják, hogy
Ezt mi kihasználjuk, és nem engedjük ki a munkánk által megtermelt értékeket, és mi csak egymástól vagyunk hajlandóak vásárolni. És egymást is figyelmeztetjük arra, hogy te, nem kell neked feltétlenül bemenni a Tesco-ba, mert ha bementél oda, és olcsón megvetted, mert hogy nincs pénzed, akkor azzal hozzájárulsz ahhoz, hogy mindannyian elszegényedjünk. Ha pedig egymástól vásárolunk, akkor lehet, hogy 5-ször annyi, 10-ször annyi forintot is ki tudunk fizetni ugyanazért az élelmiszerért, és közben mi gazdagok maradunk. Tehát amikor szerkezeteket kezdünk el megvizsgálni, meglátni, akkor kiderül, hogy egyrészt gazdagok vagyunk, másrészt pedig ez a gazdagság a saját magunk tudatosságon múlik. A saját tudatosságunk az nem csak az egyéni tudatosság, hiszen én egyedül felismerem, oké, de ha a városomban lakó vagy a régiómban lakó emberek ezt még nem ismerik fel, akkor ezzel problémák lesznek. Úgyhogy mi azért kezdtünk el, igen, ez az ábra azt mutatja meg ugye, hogy ennek a szerkezetnek, hogyha az Európai Uniót nézzük, akkor vannak nyertesei és vannak vesztesei is egyébként. Itt a mi régiónk is, a Dél-Alföldi régió is, Észak-Magyarország is a vesztesek közé tartozik Európai Unió szinten, itt a GDP-re, vagy hány százalék a regionálisan az átlaghoz képest. Tehát ez a szerkezet innen elviszi a pénzt, de valahova meg oda viszi a pénzt. De ez most talán nem is annyira érdekes, mert inkább az érdekes, hogy mit tudunk ezzel kezdeni. Ezzel azt tudjuk kezdeni, hogy erősítsük meg a közösségeinket, mert a tudatosságunkat csak a közösségben tudjuk ápolni. És ha megerősítettük a közösségeinket, akkor lehet élelmiszer a rendelkezés. Hiszen a helyi termelőktől fogom vásárolni az élelmiszert, akkor a pénz hozzájuk megy, lesz munkahelyük, tudnak alkalmazni az embereket. Nem, ugye volt itt az első előadásban arról szó, hogy ugye a tőke az nem úgy van, az a piac kérdése, és van rengeteg tőkénk, hiszen minden nap éhesek leszünk, már most már ebéd előtt, nagyon aktuális ez a hasonlat. De nem csak élelmiszer tekintetében kell nekünk ezt gondolkoznunk, hanem élelmiszer tekintetében, sőt pénzügyileg. Tehát nem kell nekünk külföldi bankokhoz menni hitelért, egymásnak tudnánk hitelezni, ha ezt a mi munkánk által létrehozott értéket helyben tartanánk. Ehhez pedig tudatosságra, meg szerkezetekre van szükség, ehhez pedig arra van szükség, hogy a közösségeinket kezdjük el megerősíteni. Mert hogy a közösségre is jellemző az a szerkezet, ami éppen ma van. És ma sajnos a közösségeink nagyon gyenge, széthullott szerkezetben vannak, és újra kell tanítanunk magunkat, a közösségeinket, és ez nem egy könnyű dolog. Ugye egy példa, és nem tudom, időm már bőven biztos túl vagyok, de nagyon rövid, de szeretném már csak ezt a példát bemutatni. Igazából nagyon egyszerű az elv, a kosár közösségnek a lényeg, ez egy weblap, egy webshop isnak is tekinthető, de beregisztrálnak a termelők, fogyasztók, minden szerdán 11 óráig mindenki kattingat. Hát nem nagyon látszik, de a weboldalon ilyen színűekkel vannak a termékek kirakva, vagy termékkategóriák. És akkor a termelők csütörtökön megkapják a listát, hogy ki mit vett tőlük, és péntekre behozzák egy kosárházba, ez egy közösségi ház, önkéntes felajánlásból kaptuk, itt mindent önkéntesen csinálunk, tehát nagyon fontos, hogy 8 hónapra csak önkéntesek végzik ezt a munkát, mert meg kell tanulnunk ezt a dolgot, és az a jó hír, hogy most már olyan sok önkéntesünk van, hogy így szólni kell, hogy most nem kell jönni, most neked kell jönni. Tehát így közben elindult a közösség lét is. Tehát a kosárházban a pénteki napok, ez egy ilyen buli, jönnek-mennek gyerekek. Tehát így ilyen nagyon-nagyon érdekes történet, és közben rengeteg mindent tanulunk azzal kapcsolatban, hogy el vagyunk mi szokva egymástól. Sok embernek egyébként pont ez a hívó szó, hogy végre. Lehet emberek között, nem csak otthon kell búsulnia, munkanélküliséggel küzdenie, vagy ennek a tudati következményeivel, sőt egy csomó már munkát találtak, mert itt vannak kapcsolatok, és akkor te nekem erre szükségem van, te meg éppen rájössz, akkor gyere is csináld meg. Ugye ott vannak ilyen számok, hogy 8 hónapja működik gyakorlatban, több mint 400 termék van, több mint 500 regisztrált fogyasztó. Ez is érdekes, mert ilyen 60-70 család vásárol minden héten, de ennek egy nagyságon, de több ember figyel. Mi lesz ebből? Először a termelők is csak így figyelgettek, most meg már úgy jönnének, hogy hát akkor én is hoznék portékákat. Ez viszont nagyon jó, mert akkor lehet minőséget
fejleszteni, sőt lehet visszajelzéstek adni. Ugye a közösség hogy tanul? Megkérdeztük a 500 regisztrált fogyasztót, hogy mire van szükségetek, mit termeljenek a helyi termelők. És akkor leírták, hogy mire van szükségük. Mi korábban már mondtuk az egyik termelőnek például, hogy kéne nem csak tojásos liszt, vagy tojásos tészta, hanem tojásmentes is, meg gluténmentes tészta is. Hát az macera. De az 500 regisztrált fogyasztóból néhányan leírták, na, akkor elkezdett ő is gondolkodni, és ma már egyféle tészta helyett van háromféle tésztája, tojásmentes, gluténmentes, meg még valami. És ma már ő árul a piacon is, tehát rendes nyíregyházi piacon is, és ma már szinte nagyobb a forgalom ezekből az újításokból, amit a közösségben való tanulásnak az eredményeképpen jött létre. Tehát a közösség folyamatosan tanítja magát. Ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés, hogy hogy tudjuk megerősíteni azt a új szerkezetet, ami viszont az életünk vagy a gazdagságunknak a forrása lesz, vagy a forrása már most is. Ugye a forrása csak azon múlik, hogy mennyire vagyunk hajlandóak felismerni, és mennyire tudjuk egymásban ezt tudatosítani. A szociális szövetkezetek is, meg a helyi pénzek is szerintem rendkívül jó eszközök ennek a tudatosságnak a növelésére. Érdemes mindig ezeken túlnézni. Ha nem lépünk túl, és nem látjuk azt, hogy ezek az eszközök eszközök, és minek az eszközei, akkor időnként elcsúszhatunk. És én nagyon örülök, hogy ezek a példák így élnek és működnek, de látom, hogy nagyon sok helyen van helyi pénz, meg sok helyen van helyi pénz kezdeményezés, de ezek valamiért a közösséget nem érintik meg sok helyen. Ha nem érintik meg, akkor egy eszköz, ami nem tud működni. Ha meg megérintik, akkor egy jó eszköz. De ezen kívül ezerféle eszköz lehet. Itt mindig a tudatosságunknak a kérdése azon múlik. És egy utolsó gondolat így ebéd előtt, itt kettő darab sorozatot raktam ki, az egyik biliárdgolyóból áll, a másik pedig kotyákból. Hogy mi is a lényegi különbség, és hogy visszautalva a szubliminális üzenetekre, hogy addig, míg a tudatosságunkat nem emeljük meg, és a közösségeinkben rejlik ennek a lehetősége, mert hogyha én okoskodhatok, hogy hogyan működik egy gazdaság, hogyha nem egymástól tanulunk, és nem méretjük meg magunkban ezt. Ugye a múltik nagyon jól tudják az információval való gazdálkodást, jól csinálják, meg kell tőlük tanulni, de nekünk ezt csak meg kell tanulnunk. Válság van, nagyon jó, akkor hogy kerültünk ebbe a helyzetbe, hiszen mi magunk raktuk bele magunkat ebbe a helyzetbe, ezért mi magunkat ki is tudjuk belőle vonni. Tehát tudunk egy virágzó társadalmat csinálni. Tehát itt ez a két kérdés. Az egyik, ugye két szimbólum, az egyik egy biliárdgolyóból álló sorozat, a másik egy kutyánkból. A lényegi különbség közöttük az, hogy az egyik az élettelen, fizikai, a másik pedig élőkből van. Ha a biliárdgolyó meg akarna mozdulni, már ez is egy képzavar, hogy hogy lehet egy biliárdgolyónak akarata, tehát hogyha mégiscsak tegyük fel, meg akarna mozdulni, sikerülni fog-e ez neki önmagától? Nem hiszem. Tehát az ott marad, addig mi a környezeté megváltozik, akkor addig ott marad, vagy a megváltozott környezet, például meglöki valaki, akkor arrébb gurul. Na most elképzelhetjük, hogy mi van ezzel a sorozattal, hogy helyben maradnak-e azok. Hát nehezen fogjuk. Vagy hogy ugye kiszámolhatjuk-e a viselkedésüket? Hát megpróbálhatjuk, de nem biztos, hogy össze fog jönni, hogyha mondjuk egy biliárdgolyóval vagy ütővel közétünk felük, nem biztos, hogy kiszámolhatjuk, hogyan fognak viselkedni. Lehet, hogy játszanak, lehet, hogy nekünk jönnek. És ha egymás után kétszer csináljuk, biztos, hogy más fognak működni. És igazából az a kérdés, hogy mi magunkra hogyan tekintünk. Hogy mi biliárdgolyóként tekintünk magunkra, vagy élő lényként tekintünk magunkra. Na most mindenki számot vethet, vagy ilyen szememre vethet-e az, hogy hát hogy mi biliárdgolyóként tekintünk magunkra, hát ez milyen hülyeség. Csak hogy addig, míg azt gondoljuk, hogy mi a mi boldogulásunk a külső környezet változásán alakul, addig mi valójában úgy viselkedünk, mint a biliárdgolyók, mert ott állunk, várunk. Majd az EU, majd a nem tudom ki, majd a kormány csinál valamit, és akkor jobb lesz. Hát, na, ezt nem ragozom. És a legtöbb problémánk ugye az van, hogy bár mi valójában azt gondoljuk, hogy élőlények vagyunk, és úgy is tekintünk magunkra, de ha minőségileg úgy gondoljuk, hogy majd a külső környezet megváltozik, és akkor nekünk jobb lesz, akkor lesz valóban változás, akkor valójában úgy viselkedünk, mint egy fizikai tárgy, mint egy biliárdgolyó. És egy kicsit a szubliminális üzenetekkel mindig visszautalok az elejére, hogy addig, míg a tudatosságunkat nem növeljük folyamatosan, és nem a közösség által növeljük, addig nagyon könnyen be vagyunk
tehát olyanok vagyunk, akit be lehet csapni. Nagyon könnyen bedőlhetünk a reklámoknak, a különböző ígéreteknek, de amint a közösségeinkben megmérjük ezeket a tudásokat, és egymás által tudjuk, hiszen ha csak magamban okoskodok, az okoskodás az nem tudatosság. Én magamat úgy vágom át, hogy csak na, egymás, ez mindenkire igaz. De a közösség állandóan meg tudja egymást mérni, állandóan tudunk visszacsatolni egymásnak, és ilyen értelemben a tudatosságunk, a valóban a tudatosságunk tud nőni, és akkor tudunk úgy viselkedni, mint egy élőlény, akinek öntevékeny képessége van, önrendelkező képessége van, és akár pénzben, akár mindenféle egyéb témában lényegében a saját kezünkbe vehetjük a saját életünk irányítását. Hát köszönöm szépen a figyelmet, és elnézést, ha kicsit az ebéd előtt hosszú volt.